Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Tiny Bubbles, egy puzzle játék, lássuk. Yeah! Azért úgy érzem, a tutoriál nem egy magas szintről indult. Nyomj meg egy gombot! Értem én, hogy casual játék, de azért ennyire... Végül is nyilván, ha egyszer színekkel játszunk, akkor egy színvakság vagy egyéb hasonlóban küzdőnek kellemetlen lehet. Már egyébként... Ja, ugye csak azzal sorrendben rakhatom ki a bogyókat. Ahogy gondolod. De egyelőre a tutoriál alig több, mint hogy nyomj meg egy gombot. Reméljük egy picit magasabb szintet is el fogunk érni. Yes. Na, valahol kezdünk végre eljutni a helyére a játéknak. Ebben már gondolkodni kellett egy picit. Oké, rakhatta volna olyan helyre is, ahova. Bop! Na hát, azért valahova haladunk a, mondjuk úgy, nehézség terén. Hogy mitől függ, hogy milyen színűt rak ki? Még nem teljesen tiszta.
az volt, hogy kicsit később roppantjuk össze, de végülis ez is belefért. Na ez a célméret, ez már jó. Mondja, hogy oda? Oda akarok menni? Menjünk oda! Valóban hasznos, hogy lehet gyors pakolást megejteni. No, az tetszik. Ez a szintje belőrdi, ez jó pofa lesz. Azon kívül, hogy meg fogok őrülni benne, de mint koncepció jó. Remek ötlet a színeken alapuló bogyókákba. Oké. Eddig jó. Sárga, kék, abból zöld lesz, csak ugye egy bogyó is elvész olyankor. Tehát ha szélet vágunk, akkor meg az egyszerűen megszűnik. Maga nem épp logikus, csak... Ó! Oh! Két vágásból oldjuk meg az egészet.
Ez meg mi a pokol? Oké, értem, nyilván telefonos játék volt kezdetben, de... 3 óránként 20 lépés, ez a, de milyen hülyeség. És nem bír magával a bugyogó hülyeség. No. No. Egyet lerakunk, és az egész összeomlik. Akkor nyilván kell készítenünk egy zöldet. Ja, a pirosok összeomlanak, akkor a kékek is, és aztán a sárga. Jéki! Milyen ügyesek vagyunk. Legalább segít, melyik színből mi lesz. Wow. Hát lehet passzolni azzal, hogy ugyanoda rakunk bogyót érdemben. Na, ez érdekes. Hogyan csináljunk barnát minden színből? Hát ez nem volt jó. Elég tiszta lépésnek tűnik. Akár csak ez.
Ja, hogy ő meg lerak egy-egy bogyót. Na hát. Buhú. Meg ezt is megnyitottuk nyilván. Na hát, akkor a tutoriált gyakorlatilag letoltuk. Aztán folytatjuk innen legközelebb. Jó pufa! Meglátjuk, hogy a kicsit komolyabb részek mennyire lesznek kihívással teliek. Ez volt a Foam Bubbles.